Érkeznek a városvezetők, hogy beszámoljanak Győr 2021-es költségvetésének részleteiről. A polgármester az idei büdzsével kapcsolatban azt mondta, stabil és racionális gazdálkodást mutat. Az iparizési adó az 20 milliárd forint. Számításaink szerint az építményadóból 3,6 milliárd forint fog befolyni. Gépjármű adóból 0 forint fog hozzánk kerülni. Idegenforgalmi adót 75 millió forintra taksáljuk, és az állami támogatás 9,1 milliárd forint. De amikor azt mondják, hogy nincsen állami támogatás, akkor ez nem igaz. 9,1 milliárd forint egy szemben jól látható pénz. További bevételek 3,8 milliárd intézményi bevételre számítunk. 8,8 milliárd a 2020-as maradvány, és 850 millió forint pedig az egyéb finanszírozási bevétel, értékpapír, értékesítés. A polgármester arról is beszélt, hogy több mint 24 milliárd forint megy fejlesztésekre. Dr. Dézsi Csaba András részletezte is, mire költik ezt az összeget. Az utak azok az elsődleges elvárások közé tartoznak, az út karbantartás, útépítés. Útfejlesztésre 3,6 milliárdot fordítunk, és elmondom, mik azok a nagyobb utak, amiket megoldunk. A reptéri út második üteme 656 millió forintot fogunk rá fordítani. Várhatóan ez egy nagyon fontos út, rengeteg kérés volt ezzel kapcsolatban. A Kunszigeti útat felújítjuk, 407 millió forintot szánunk rá. Lajta utca 821-es csomópont átalakítására 216 millió forintot tervezünk be. A régi Szent Iváni út felújítására 81 millió forintot, a Szigeti Attila út, iparút felújítására 742 millió forintot. A Tatai út 81-es számú csomópont felújítására bővítésére 1,2 milliárd forintot, a Zöld utca felújítására pedig 276 millió forintot terveztünk be. Az útfejlesztések mellett a kerékpáros közlekedésre, energetikai fejlesztésekre és bölcsödékre is sok pénzt fordít a város 2021-ben. Újra szeretnénk, hogyha többet kerékpároznának az emberek. Ezt nem úgy oldjuk meg, hogy lezárunk sávokat az autóforgalom elől, hanem úgy oldjuk meg, hogy az autóforgalomnak a közlekedését nem bántva kerékpáros közlekedési lehetőségeket fejlesztjük. 551 millió forintot, tehát több mint fél milliárd forintot szánunk erre. És az önkormányzat nyertes top projektje keretében Európai Uniós támogatásból fognak több helyen megvalósulni ezek a fejlesztések. A polgármester kiemelte, soknak tartja az államnak fizetett 5,7 milliárdos szolidaritási adót, és a Volánbusz által kért 2,5 milliárdot is, ezért mindkét ügyben személyes tárgyalásokba kezdett. Újságírói kérdésre válaszolva Szeres Szabolcs alpolgármester hangsúlyozta, nem mindig tervezhetők előre a különböző tételek. Vannak olyan évközben nem látható feladatok, amit nem finanszírozunk meg előre, hanem a felmérés időpontjában. Például a szúnyogokhoz kapcsolódó költségek, vagy szúnyogokhoz kapcsolódó költségek, vagy a képviselők által generált kisformű munkák, ezek mind évközben tevődnek hozzá, tehát ezért változhat az összeg. A pénzügyekért felelős alpolgármester arról is beszélt, hogy a Covid-járvány miatt már tavaly folyamatosan újra tervezték a büdzsét. A gazdaság kapcsán intézkedési terveket fogalmaztunk meg az intézményhatóságaink irányába. Tehát ezért köszönet illeti, hiszen az egész évben azért nem számtalan olyan dolgot tettek, amivel likviditásokat fent tudták tartani. Így ez igaz a Gyéhegér is, a Győrszóra is, a Győrpökt és az összes városi cégünkre, de külön egyébként oda szánt városi költségvetési forrás nem volt tavaly sem, és most sem a költségvetésben. A költségvetési sajtótájékoztatón elhangzott, bár a városvezetés optimista az idei évvel kapcsolatban, azért 335 millió forintot még a járványos évben is tartalékolnak.